Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Kálmán Tamás vagyok, és ebben a videóban arról lesz szó, hogy hogyan vedd rá magad, hogy foglalkozz az angol nyelvvel minden egyes nap. Nos, hogyha követed a csatornát, akkor pontosan tudod, hogy nekem az az egyik vesző paripám, hogy ahhoz, hogy egy radikális és látványos fejlődést érj el az angol nyelvtudásoddal kapcsolatban, ahhoz minden egyes nap valamilyen módon foglalkoznod kell az angol nyelvvel. Természetesen nem azt mondom, hogy ugyanabból a tankönyvből mondjuk, amiben az iskolában tanultok, ugyanazt a tankönyvet kell használnod ehhez a foglalkozáshoz, és plusz nyelvtani feladatokat, és plusz nyelvtani teszteket kell kitöltened, szó sincs erről, de valamilyen módon foglalkoznod kell az angol nyelvvel. A nagy kérdés, amit ilyenkor felszoktak tenni a tanítványaim, hogy jó, de mikor? Én pontosan tudom azt, hogy minden ember rohan, és mindenki borzasztóan elfoglalt a mai világban. A nyugdíjas emberek is elfoglaltak, a gimnazisták is elfoglaltak, sőt, kimerem jelenteni, hogy már az óvodások is nagyon elfoglaltak. Ők is össze-vissza rohannak. De mégis valamikor időt kell szánnod arra, hogy foglalkozz az angol nyelvvel. Nos, két olyan időszak van, amikor ez a foglalkozás szerintem nagyon-nagyon könnyen beilleszthető a napi rutinodba. Ez pedig a reggeli rutinod, illetve az esti lefekvés előtti rutinod. Mire gondolok? Minden ember, és szerintem te se vagy kivétel, amikor reggel felkel, vannak olyan dolgok, amiket gondolkodás nélkül automatikusan csinál. Tehát fölkelsz, elmész a fürdőszobába, megmosod az arcodat, megmosod a fogadat, és utána bekapcsolod mondjuk a kávéfőzőt. Vagy lefekvés előtt, fogmosás után még elolvasol az ágyban a lámpa mellett egy fejezetet a kedvenc könyvedből, vagy átlapozod a kedvenc magazinodat. Most ebbe a két rutin tevékenységbe kellene beilleszteni az angollal való foglalkozást. Direkt nem azt mondom, hogy az angol tanulást, mert hogyha tanulásként fogod fel ezt az egész dolgot, akkor előbb-utóbb elmegy ettől az egésztől a kedved, és nem fogod csinálni. Tehát ezért mondom azt, hogy az angol nyelvvel való foglalkozást. Mennyi időt szánj az angolra? Természetesen 5 perc vagy 10 perc is több, mint a semmi, de én azt tartom ideálisnak, hogyha minden nap legalább 30 percet, tehát 30 percet rászánsz az angol nyelvre. Például, hogyan képzeld el ezt a dolgot? Mondjuk minden nap megnézel egy részt angol nyelven a kedvenc vígjáték sorozatodból. Nem kell többet, ugye mondjuk, hogy 22 perc ennek a vígjáték sorozatoknak az átlagos hossza. Rászánsz minden nap időt arra, hogy egyrészt megnézz ebből a sorozatból, és mondjuk a számodra új és ismeretlen szavakat kiírod egy Excel táblázatba. Vagy mondjuk van egy kedvenc témád, egy hobbid, és ezzel kapcsolatban találtál egy nagyon jó tematikus angol nyelvi podcastot, és minden második napon, mondjuk hétfőnként sorozatokat nézel, kedden pedig meghallgatsz egy epizódot lefekvés előtt a kedvenc podcastodból. Vagy a harmadik napon, tehát hétfőn sorozatokat néztél, kedden podcastot hallgattál, a harmadik napon találtál egy nagyon jó angol nyelvű e-bookot, és elolvasol mondjuk 5 oldalt ebből a könyvből, és a számodra új és ismeretlen szavakat kiszótározod. Lehet, hogy te inkább reggeli típus vagy, tehát reggelente fog jobban az agyad, lehet, hogy inkább esti típus vagy, tehát este tudsz jobban koncentrálni, de mindenképpen ezt a fél órát próbáld meg rászánni az angol tudásod fejlesztésére. Én abszolút reggeli típus vagyok, tehát sokkal jobban tudok koncentrálni
reggel, mint este, amikor hazaérek a munkából, vagy valamilyen edzésről. Ha te is reggeli típus vagy, akkor azt javaslom, hogy azért, hogy ne zavarja meg teljesen a reggeli rutinodat ez a fajta foglalkozás, bizony próbálj meg fél órával előbb felkelni. Tehát 30 perccel előbb felkelni, és lehet, hogy amíg a családtagjaid alszanak, vagy amíg mielőtt elindulsz a munkába, szánd rá ezt az időt arra, hogy az angol nyelvvel foglalkozz. Meddig kell csinálnod ezt az egész folyamatot ahhoz, hogy ténylegesen azt mondhasd, hogy ez rutinná vált a számodra, tehát hogy gondolkodás nélkül csináld ezt az angol nyelvvel való foglalkozás tevékenységet. Körülbelül azt mondják a szakemberek, hogy ha egy hónapig csinálsz valamit minden egyes nap, tehát ha 30 napig csinálsz valamit minden egyes nap, akkor ezek után ez a tevékenység a rutinoddá válik. És meg kell, hogy mondjam neked, hogy ezt én abszolút aláírom. Én annak idején, sokan tudjátok rólam, hogy japán nyelvvel is foglalkozom, és japán nyelvet is oktatok. Amikor annak idején én kezdtem el ezzel a nyelvvel foglalkozni, és japánul tanulni, én ugyanezt csináltam, minden egyes nap rászántam 30 percet a japánra, és valóban azt kell, hogy mondjam nektek, hogy egy hónap után kialakult nálam is ez a fajta rutin. Tehát mától számítva, ideális esetben remélem, hogy még ma elkezded ezt a tevékenységet, ha mától számítva egy hónapig minden egyes nap foglalkozol az angol nyelvvel napi 30 percet, akkor beleivódik a véredbe, és a rutinoddá válik ez a tevékenység. Úgyhogy én azt ajánlom neked, hogy ne halogasd ezt a dolgot, kezd el még a mai napon. Köszönöm a figyelmet, viszlát legközelebb!